Megtelt érdeklődőkkel a Szavária Egyetemi Központ aulája hétfőn. A szombathelyi ugróköteles csapat és az ötszörös Európa és háromszoros világbajnok kötélugró Bánhegyi Adrien tartott bemutatót. A gyakorlatok közben a közönségnek mesélt életútjáról. Testvérével Katával még gyerekek voltak, mikor édesapjuk Bánhegyi Attila biztatására elkezdték ezt a sportot. Felvételi után egy állás lehetőség volt tulajdonképpen a ugróköteles pozícióra, és ezt a Kata kapta meg, együtt csináltuk a felvételit, úgyhogy azóta ez 9 évvel ezelőtt volt, és ő azóta turnézik, és én egyébként nem is számítottam rá ezután, mert 6 évvel később szóltak, hogy Adrien, van egy másik pozíció, egy szóló ugróköteles műsorszámra New Yorkban, van-e kedved, vagy még ugrókötelezel-e egyáltalán? Népszerűségük nagyot nőtt annak a videónak köszönhetően, amelyben Adrien Budapest nevezetességeit ugrálta körbe. Ezt a Magyar Turizmus ZRT külföldi vásárokon használja az ország népszerűsítésére. A sikeren felbuzdulva a tavalyi braziliai labdarúgó világbajnokságon is kötelet ragadtak. Manapság, ha nem a cirkuszi feladatainak, akkor az egyéni felkéréseinek igyekszik eleget tenni. Az az igazság, hogy a versenyzést én szinte teljes mértékben abba hagytam. 2006 óta nem versenyeztem, mert annyi fellépés volt, illetve annyi meghívást kaptam különböző helyre, hogy a versenyekre nem volt már idő készülni. Ez a sportág nem csak látványos, de rendkívüli állóképességet is igényel. Egykori iskolájában egy új trükköt is bemutatott, ami pedig a versenyzést illeti, Adrien átadja a stafétabotot az őt követő ugrókötelezőknek.